Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Többekben felmerült a kérdés, hogy mit keres a Check Engine csatornán egy öreg Porsche-ken. Na most ez egy jótékonysági projekt, egy autóépítés, aminek a lényegi része a nagy csatornán fut, és a főszponzorunk pedig a HDT. Na de ki az a HDT? Gondolkodtál már azon, hogy mi történik, miután egy webáruházban megnyomtad a rendelés gombot? De hogy gondolkodtál, miért is érdekelne? Megjön a küldemény, és mindenki örül. Pedig, sokkal érdekesebb, mint hinnéd. Ez itt a HDT, vagyis a Home Delivery Team budaörsi elosztó központja. Ide fut be az a küldemény, amit aztán el kell vinni a házadhoz. Ebben a 2200 négyzetméteres raktárban két nagyon fontos dolog történik. Az egyik, hogy a Budapest és Budapest környéki küldeményeket szortírozzák és közvetlenül kiszállítják, a többi küldeményt meg tovább küldik az ország nagyvárosai körül található regionális depókba. Tavaly, 2022-ben több mint 320 ezer nagy küldemény jutott célba a HDT segítségével. És ez fontos, a HDT nem futár, hanem házhoz szállító cég. Gondoljatok bele, napi 1000 és 2000 közti címet szolgálnak ki. Ez nagyon sok, és az országos hálózatban 270 ember dolgozik azon, hogy a küldemények 80%-a már másnap a megrendelőjénél legyen. Ezek a küldemények mind tartós fogyasztási cikkek, ám méretük és főleg jellegük nagyon széles skálán mozog. Például itt van egy laptop, de nyilván nem okoz gondot elvinni egy mikrohullámos sütőt, ahogy a mosógép sem probléma. Nézzétek! Jelentékeny méretű lapos tévé és egy elég emberes hűtő, a skála másik vége pedig a raklap méretű bútor, jelen esetben egy kanapé. És hogy a küldemény maga sokféle lehet, úgy a szállításnak is több típusa van, például simán előfordulhat, hogy két cég között mozog a küldemény, vagy pedig egy nagy kereskedőtől megy egy kiskereskedőig. A hagyományos modell az, amikor megrendelünk valamit egy cégtől és kihozzák hozzánk, ez nyilván a B2C, azaz a Business to Customer, de a HDT-nek az sem okoz gondot, hogyha mi mondjuk egy apró hirdetési oldalon eladunk vagy veszünk valamit, mert a magánszemélyek közti szállítást is megoldják. Érdekes még az is, hogy ennyi küldemény mozgatásánál a számon tartás mekkora feladat, ezért a HDT fejlesztett egy saját felhő alapú szolgáltatást, ami QR-kóddal működik. Minden munkatársnak van egy telefonja, amin be tudja olvasni a vonatkozó QR-kódot a szállítólevélen, és ezzel követhető, hogy éppen melyik státuszban van az adott holmi. Például van a várakozik, ez ugye az a pillanat, amikor megnyomjuk a megrendelés gombot, és az adott partnernél ott van az áru, amit el kell hozni. Utána ugye jön a HDT központi raktárában, tehát amikor a küldemény itt van, ahol most állunk, és éppen szortírozzák, aztán van a címzethez szállítás alatt, vagyis amikor a küldemény már úton van a címzethez, és amikor véget ér az egész folyamat, az pedig a kiszállítva státusz. Nyilván ezeknél sokkal több státusz létezik, tehát ennél jóval aprólékosabb ez az egész folyamat, de ezek a legfontosabbak most a mi szempontunkból, hogy megértsük ennek az elképesztően komplikált rendszernek a működését. Ó! Már itt is vannak. És a HDT nem az ajtó előtt hagyja, hanem a házadban, a rendeltetési helyén teszi be az árut, amit rendeltél. Szóval itt követhetitek az apróságokat, a műszaki tartalmakat, a nagy csatornán pedig a csapatást. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengő lájkot, és már kezdjük is a fóliázást. Azért lenyomtunk mi már egy fóliázást, az F-Astrát. De az akkor egy kvázi mesztelen autó volt. Tehát... Meg más árkategória. Erre kijön egy Charvido az árából. Lehet. Szóval, hogy viszont ez az autó abban különbözik tőle, hogy ezen már van egy fólia. Hogy ez ilyenkor nektek nehezítő, könnyítő tényező, egyáltalán ez egy jó minőségű fóliázás ezen az autón? Alapvetően jó minőségű fóliának mondható. Nem egy mai fóliázás, az látszik rajta. Sajnos már az idő egy-két helyen megadta a nyomait. Lehet látni, hogy vannak pár helyek, ahol hát feslik, meg egy picit lejött, de amúgy jó minőségű fólia. Az, hogy nehezíti a dolgot, alapvetően nem gondolnám annak. A tisztítása volt egy picivel nehezebb, az amúgy is
nem kicsit szennyezett autót kellett ilyen állapotra hoznunk. De kikeltek belőle még legyek? Azt ki tele van a műhely velük, nem tudom hol jártatok, de ezt valószínűleg a többi videóban majd látni fogjuk. Látni fogjuk, igen, ahol voltatok, ott voltak a legyek is. Igen, szóval, hogy most jutottunk el arra a szintre, amikor már félig meddig tisztának mondható az autó külseje, a belsejéről nem nyilatkozok, az nem a mi feladatunk. Szóval, hogy nem, alapvetően nem jelent nehézséget, a nehézséget abban jelentette, hogy amilyen dizájnt fog kapni az autó, ott technikailag kellett összehoznunk a meglévő fóliát, a dizájn fóliával, hogy stimmeljenek, vagy legalábbis az emberek szemét be lehessen úgy csapni, mint hogyha hasonló lenne. Sajnos a mostani technika arra nem képes, hogy ugyanilyen szint tudjunk nyomtatni, mint ami az autón van. Ez ugye a HDT kelyen lesz, és ezért a HDT színei mennek rá, ami ez a magenta. És az autó eleje marad szürke, a hátuljára viszont fölkerül ez a fokozatosan eltűnő sávozás. Ilyenkor, amikor ez fölmegy, ugye az, hogy az autó egy térbeli elem. Igen. Az autó egy térbeli elem, nem kétdimenziós, viszont a vonalaknak futnia kell. Ez ilyenkor a felrakásnál dől el, vagy már a tervezésnél is számításba kell ezt tenni? Hát igen, tehát hogy amit most itt láttok, vagy amit most csináltunk mi terveket, az egy nagyon erősen hasonlít az eredeti tervre. Átterveztük a dizájnt úgy, hogy jusson is, maradjon is, de a látvány volt a fő szempont, hogy feltűnő legyen a kocsi. Ez ilyenkor egy fólia, ugyanolyan fólia, mint ami a kaszninban van, vagy pedig hasonló. Ez már matrica? Ugyanarról beszélünk amúgy. Igen? Tehát igen, tehát hogy matricának azt nevezzük, amit a turborágóból kibontasz és felrakod a faladra. Ez is ugyanolyan fólia, ez is autócsomagoló fólia. A kettő közt az a különbség van, hogy az autócsomagoló fóliák már úgy érkeznek, hogy adott színű, mint ahogy az Astrára tettük föl, meg amiket látsz autókat, ugye ez is egy ezüst színű fólia. A nyomtatható fóliáknak az alapanyaga, és itt lesz egy fontos dolog majd a fóliával kapcsolatban, az alapanyaga az erős túlzása kétfajta lehet. Tehát vagy fehér színű az alapanyag, és arra nyomtatunk valamilyen színt, és a fehér részét maga, ahogy láthatod, a fólia adja meg, ez most nem kell ide nekünk, tehát ez felesleg, vagy átlátszó. De az átlátszónál nálunk fontos az, hogy legyen fedés. Tehát ha én átlátszóra rányomtatom csak a magentát, akkor nem fog fedni az autón, hanem az alá kéne nyomni egy szint, amire a magentát nyomom, és úgy rakom föl. Az megbonyolította volna a helyzetet, és nem lett volna szép. Ezért jutottunk el odáig, hogy ez is egy autócsomagoló fólia, ez is egy légcsatornás anyag, ugyanaz, ami ő, csak ez úgy van kitalálva, hogy reklámdekorációnak hívjuk inkább, ez a jobb megfogalmazás. Tehát, hogyha neked van egy céged, vagy van egy látványterv, amit meg kell valósítani, és az nem létezik színfóliából, vagy úgy van megcsinálva maga a grafika, hogy mint ahogy ennél, hogy csíkokban van, és ugye nem egyesével rakjuk fel a csíkot, akkor a nyomtatás mellett kell döntenünk. Tehát onnantól ugyanaz az anyag, igen. Meséltél itt nekem kihívásokról, például az ajtókilincsnél. Hát igen. Igen, kicsit ebben most beleszaladtunk, mivel hogy egy Volkswagen márka szerviz területén helyezkedünk el, ugye van információhoz való jutási lehetőségünk, meg jogunk is, és itt egyeztettünk a lakatos kollégákkal hátul, hogy ugye nekünk az lenne a legegyszerűbb, hogyha le tudnánk venni a kilincset, ami átlag autónak két csavar is kivesszük. Hát egy ilyen érdekes mosoly hagyta el a szájukat, és mondták, hogy odaadják a szerszámot, oldjuk meg. Igen, azt láttuk, hogy a kilincs az tényleg egy csavarral lejön, meg az ajtókárpit is lejön egy pár csavarral, csak hogy mivel ez ilyen, hát ezt lehet, hogy jobban tudod, ez a gombos, záras megoldású kilincs. Kilenc centri. Az. Van benne egy zsinór. Tudod, hogy mondják a nepperek? Na. Okay, let's go. Azaz. Na szóval, hogy van benne egy zsinór, amit egy átlag autónál ide tesznek egy csatlakozót, vagy már úgy oldják meg, hogy a kilincsből ki tudod húzni. Hát ő bevitte a zsinort, átvitte az összes merevítőcsövön, valószínűleg kétszer körbe van fonva az ablakkeret mechanikán, és egy ekkora stekkerrel kijön a belső burkolaton, ami föl van szegecselve. Tehát odaig eljutottam, de tehát, hogy lássad, tehát a próbálkozás megvolt, lebontottuk a kárpitot, leszettünk mindent, őról beszélek, az az alsó csatlakozó, ami most már nem a barátunk, ő,
És ez itt az egész fönn van itt szegecsekkel. Szeretünk bontani, de most nem akarok. Tehát... Az Astra egy nagyon öreg és egyszerű autó volt. Ez itt egy relatíve öreg és rendkívül komplikált autó. Fóliázás szempontjából ez még valamilyen kihívást állít elétek, vagy ezektől a problémáktól eltekintve ez is csak egy kaszni? Ne, ez is csak egy kaszni. Itt egyedül ami kicsivel nagyobb kihívást állít elénk, hogy az Astránál teljesen mindegy, hogy milyen volt, milyen színű elemekből állt össze, meg hány éves, de ez igaz őrá is. Nem ez jelenti a nehézséget, ez az jelenti a nehézséget, hogy itt nagyon könnyű hibáznunk. Mert egyenes vonalakat mindenki ismer, látott már, és hogyha azt elrontjuk, azt mindenki észre fogja venni, hogy az nem jó. Kiemeli a hibát. Igen, igen. A keresztbe csíkos kövér. Igen, igen, igen. Szóval, hogy itt most itt járunk annál a pontnál, hogy az, hogy milyen formát kell bevonni, az anyag képes rá. Mi is azért már csináltunk pár autót. Itt az fogja egy picit a nehézséget adni, hogy hogyan forgassuk az anyagot, hogyan jöjjön neki azok a szögek, hogy fussanak, hogyan tudjuk elcsalni, hogy maradjon ablak, de azon is menjen dekor. Itt lesznek majd egy pár ilyen trükkös fogások. Mi a következő lépés? Ebele? Most így, tehát hát oké, szétszedted az autókilincset. Egy nagyon hosszú hétvége elé nézünk, az biztos. Nem, a következő lépés az lesz, hogy most már megszáradt az autó, tegnapi mosásból eredendően. Ez ugye a rendkívül arapos mosás, amin az Astra is eltesett. Igen, és ez mi kétszer. Mert ne kétszer annyi autó. Kicsit kipróbáltátok előtte, igen. Na, szóval, hogy az lesz, hogy most le fogjuk zsírtalanítani az autót első körbe, egy olyan szerrel, ami a meglévő fóliában nem fog kárt tenni, és felpróbáljuk a dekort. Most jön az, hogy telipakoljuk az autót egy halom mágnessal, hogy megnézzük azt, hogy hogy illik, mi kivel, hogyan fut, hol tudunk csalni, hol tudunk vágni az anyagból. És most jön az, hogy ugye még az Astrát, meg más autókat elemenként fóliáztunk, itt most egybe fogjuk fóliázni az egész autót. Tehát egybe fogjuk fóliázni, úgy fogjuk eldolgozni az anyagokat rajta. Ez bonyolultabb vagy egyszerűbb, mint elemenként? Nem tudsz hibázni. Tehát még az Astránál fogtam, és elmentem volna venni még 2 méter fehéret, itt ki van nyomtatva az anyag. Elsőre stimmelni. Aha, és fog is. Sziasztok! Szervusztok! Szolid ez a szín. Ciao. Sistereg a retinám. Hello. És még nem vittük fénybe. Igen. Azt a betyár nem vittük. Nem olyan akartatok? Ezt is lehet. Akartok kérdezni? Figyelj, Oliver, emlékezz arra, ezt beszéltük, hogy olyan dizájnként, ami látszik. Ez a holdról is látszik. Ez látszik. Gyerekek, most jön a lényeg, álljatok ide. Nézzétek sokáig ezt a színt, de ebből a szögből. És zöld lesz. És kezdjétek el. Tényleg, nekem már most zöld, úgyhogy. Na, behúzom ezt, hogy legyen. De nekem. Nekem sem. Hát, nem, ha nagyon sokáig nézed, bezöld. És perifériába bezöldítünk. Úgy be. Perifériába be. Úgy igen. Csak és az volt a vicces, akkor raktuk fel, akkor majd visszatéptem a kocsival. Tényleg, szintem, hogy tényleg. Ugye? Attól függ, honnan nézed. És egyszer észreveszed, és soha többé nem tudod nem látni. De tényleg, nem, ha sokáig csinézed. Valószínűleg nem jön át kamerám, mert fotókon egyáltalán nem. Nem, ott nem fog már. De én csak akkor látom, hogyha perifériából, szóval, hogyha teliben nézem. Hogyha innen nézem, akkor azonnal ez a zöld hatás megvan. Ettől egy drágább. Meg nehezebb. Nézd, milyen motorsportos. Mindig ilyet szerettem volna. Futómű szponzor. Ő szponzor. És tiszta. Amúgy Oliver, ne csak találunk ilyen fosszíliákat a kipufogó és környékén. Az hogy kerülhetett oda? Elképzelésem sincs. Én csak valamint tudom, megnéztem a videódat. Anti, mit gondolsz? Figyelj, ahogy ránézek, és ahogy röfög, az már most nagyon-nagyon penge. És ha itt tartod a kamerát, igen, akkor a látószög miatt, mintha lenne bickóm, úgyhogy maradjunk így. Na, neked hogy tetszik? Maradhat? Maradhat. Meg amúgy nagyon jót tett neki még a plusz matricát. Igen, ezt beszéltük, a versenyautós lett tőle.
Szóval kész? Kész. Így utólag visszanézve? Kalandos volt, de nem... De mi volt a kaland? Hát azt mondtad, hogy ez egy tök rendben lévő fólia, hogy egy budapesti taxis fél karját adná, hogyha 5 évesen jelen a fóliája. Nem, itt maga az, hogy a koncepciót kitaláljuk, hogy jól mutasson az autó, jók legyenek a méretek, jók legyenek az arányok, jól látszódjon mindenki rajta, mert azért ez valószínűleg a legtöbb esetben videón fog szerepelni az autó. Igen. És nem az lesz, hogy közelről fogják nézegetni, megmaradjanak az autó arányai. Ez volt a fontos. Mert ha valamit eltúlzunk, és nagy lesz rajta, akkor lehet, hogy torzulni fog az autó kinézete. Én azt gondolom, most eltaláltuk azokat a részeket, amitől megmaradt az autónak a formája. Mennyire lehet matekozni képek alapján? Mert ugye nyilván akkor van kész az autó, amikor látod egyben, amikor fölkerült magára a háromdimenziós fizikai tárgya, de azt láttam, hogy most már azért látványtervek vannak, tehát nem habisztire készül az egész. Mennyit tud az segíteni, és mi az, ami csak véglegesen derül ki, amikor felkerül? Iránymutatás. Én azt szoktam mindig mondani, és az Oliver is ezt beszéltük, hogy tegyük fel a nagy darabokat rá, és utána igazítsuk az autóhoz a feliratokat, a logókat. Tehát hogy az első része az volt, hogy felkerültek rá az oldalán a csíkozások, felkerült a magenta szín az autóra, és onnantól lettek hozzá méretezve azok a dolgok, hogy egy egységet alkosson az autó. Neki állnál újra? Neki. Amúgy neki. Meglepően hamar ment, meg kezes volt ez az anyag. Az volt az érdekesség, hogy a tetején meg a hátsó szárnyon össze kellett hozni a csíkokat rajta. Az egy pici trükkös volt. Meg tudod mondani, hogy nettó hány óra munka ment bele abba, hogy ebbe a már eleve fóliázott autóra felkerüljön az a dekorfólia? Csütörtökön raktuk le, ha jól. Csütörtökön raktátok le, ott volt egy nagyon alapos mosása, amivel úgy nem számolok, mert ugye száradt utána az autó. Legyek nagyképű? Legyél nagyképű. Hát figyelj csak, szombaton elkezdtük az autót 11 órakor, és 3-ra készen voltunk vele. Vasárnap? Nem, szombaton. Vasárnap pihentem. Nem, tegnap volt még a maradék, mert tegnap volt az, hogy felraktuk a logókat, a szponzorlogókat, de a háromnegyede az kész lett. Tehát számoltunk egy 6 órával. Mondjuk. Hát igen, az volt annak, hogy jól elő voltunk készülve az autóra. Tehát, hogy azért az sokat számít, hogyha az ember kezébe vannak ilyenkor már a készanyagok. Meg a másik az, hogy a tervezésben is azért úgy vettünk részt, hogy picit magunk felé hajlott a kezünk, hogy tudjuk azt kivitelezni, hogy ne egy álmot valósítsunk meg, hanem egy megvalósítható tervet készítsünk az autóra. Nézd, azt hiszem remekül sikerült. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. És baromi jól fog mutatni a versenypályán. Remélem.